Ja, jó volt a bevonulója Klérmákernek. Tényleg egy óriásról van szó egyébként. Nagyon magas srác, és nagyon dinamikusan játszik. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy James Wade ezekkel a szakaszos igényekkel hogy tud majd élni, már mint arra gondolok, hogy ugye nem játszott első fordulót, ezért később kapcsolódott be a versenybe, de aztán rögtön elmaradt egy meccse. Ez azért nem egy egyszerű helyzet. Itt van Mike Uyfenhoven ellen 3-1-re tudott nyerni a második körben. A 38 éves vers, és döbbenetes róla egyébként, hogy még mindig csak 38. Hihetetlen, 1000 éve benn van a mezőnyben, és stabilan top 10-es játékos, tehát sokan, én magam is néha beleesek abba a hibába, hogyha egy esélylatolgatás van egy versenyen, akkor őt így hajlamos az ember kihagyni. De hogy mindig ott van a top 10-ben, ez valami döbbenetes. Azt hiszem 2009 vagy 2007 óta, nem is tudom pontosan, hogy mindjárt nyilván a magyar fanklub tagjai megírják nekem, de nagyon régóta top 10-es játékos, és tényleg egy sokszor elfeledkeznek róla, mint esélyes. Ez talán mondjuk azért van, mert olyan rengeteg major torna győzelme nincsen ahhoz képest, amilyen eredményes pályafutása van. Ettől függetlenül zseniális fickó, főleg, hogyha a jobbik arcát mutatja, és nem a mogorvát. Na minden igaz, hogy 11-szer vagy 11-szer vett eddig részt a világbajnokságon. Na nézzük Klérmákert. Brutál magas valóban. Nagyon magas srác, igen. Az esti mérkőzések hangulata mindig jobb, mint a délutáni. Nem részletezném ennek okait. Jó kezd véd. Most nem jön a tripla. Ott a két tripla, így lemegy 44-re. Klérmákér meg nincs kiszállón még, és nem is lesz, ha nem dob triplát. 60 csak. Ez megvan. És elsőre megvan a dupla is. Ez sima ügy volt Wade számára. Mai három mérkőzés közül egyébként a fogadóirodák ezt a találkozót tartják a legsimábbnak. Egy 29-es szorzója van Wade győzelmének, még Klérmáker sikerére 3-25-öt adnak. Az azért mutatja egyébként Klérmáker teljesítményét, hogy azért nem olyan magas. Igen. Az ott rá, ahhoz képest, hogy ugye ő mezőnynek a protúros feléből érkezett, a második harmata lehet ilyet mondani, hiszen három harmadra bomlott ugye a mezőny, a világranglistások, a protúr sorozatból érkezők, ugye Klérmáker ott a nyolcadik helyről jött, a protúrosok között is ugye a nemzetközi kvalifikációkból, akik jöttek. ...140. Na végre egy tripla, sőt kettő is, ő is megdobja. Ott a tripla, 20, ó, az egyes. Igen, sima 20, és akkor lement 40-re. Négy kör alatt 13 nyilas lehetőség James Wade előtt. Klérmáker meg nem fog már kiszállni. Elsőre megdobta az előzőnél a dupla 20-at. Most nem. Másodikra viszont igen. 14 nyilas leg. 17 és egy 14 nyilas leggel nyitja a meccset James Wade. Klérmáker meg kicsit meg van illetődve egy 72 pontos átlagon.
Egyelőre a baltarcú gyilkos nem Mészáról. Na most 140. Ráérzett most a triplára. Megsuhogtatta a fejszéjét. Egy picit téves csak, azt meg aládobja. A leváltás az már sikeres. Na, meg lesz az első. Nem, 140. Sokan pedig 180-nak látták a nézőtéren. Százassal lemegy 170-re. Azt nagyon szépen megcsinálta ezzel. 105, lemegy 100-ra. Kilencvenhatos, na nézzük védet. 100-ra. Nincs tripla. Két dupla 20-ra rámegy, de lesz így meg. El az elsőt. Brékesé. Egy nyila lesz Krémakernek. Viszont fölé dobja. Sima 3-0-val elviheti James Wade az első szettet. Az nagyon közel. Az pedig már benne van. Hát ez sima volt valóban. 3-0 Wade javára, és a szett arányokat tekintve 1-0-ra vezet az angol. 78,6-os átlagot dobott, 81-es első 9 nyilla, James Wade meg 94-es átlagon van, 60%-os kiszállóval. Ebből azért ő nem fog sokat lejjebb adni szerintem. Tehát mindenképpen Klérmákernek kell felvenni a ritmust. Eddig egyébként nem volt vele gondja a világbajnokságon, de azért azt nem szabad elfelejtenünk, hogy debütált a VB-n, először játszik, és olyan meccseket játszik most, amire azért nem biztos, hogy a VB előtt számított. Eddig a legmagasabb átlaga a tornán Klérmákjának 91,17. 180! Hoppá! Most úgy érzem, hogy össze is kaphatja magát, ha így bekezdett. Na. Új, de kár érte, de szép lett volna. Mások is bánják. Tizenhét, tizennégy, tizenhét nyilas volt az első szett három lege. 140, na most nagyon beindult a holland óriás. Százas védtől, na nézzük, hogy Klérmáker tudja-e, hoppá, ez egy tízes. 25-50, nem megy rá. Hát bízik abban, hogy ezt a nagyon magas kiszállót nem tudja megoldani véd. És igaza van. Márdömi, hallottad, hogy mondta, hogy veszélyes. Nagyon veszélyes? Igen, hogy sima 20-as dobott véd. Ugye ilyenkor mindig egy dilemma a játékosoknál. Na, ez már sokkal inkább veszélyesebb. Most már kezd forrósodni a talaj. Így különösen. 4-es és a dupla 20. És be is dobja. Na, így már tényleg veszélyes volt. Pedig milyen jó kis leget produkált egészen a kiszállói Klérmáker. Ugye, amikor egy játékos odaér, hogy kiszállóra kell rádobnia, meg kell nézni, hogy az ellenfél hogy áll. Mindenképpen rá kell dobni. És azért rendszerint, amikor kiszállom van az ellenfél, akkor azért illik, vagy nem az, hogy illik, de
sokkal jobb, hogyha rádob az ember, mert azért mi van, hogyha a másik meg kidobja, és te még esélyt se adtál magadnak. Na most, amikor ezek a 160-150 körüli kiszállók vannak, akkor van, aki elgondolkodik rajta, hogy rádobjon-e, és inkább elengedi a dolgot. És nem dob rá, mint most ugye a 164-nél Klérmáker. És azért ott még mindig benne van az esély, hogy a másik megdobja a kiszállót. Most ugyan nem ebben a körben dobta meg, de mégis a következő körös hiba már súlyos árat követelt Klérmákertől. Százas. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy milyen magas Klérmáker egész pontosan, de egy 2.05 körül biztos, hogy van, de mert James Wade sem alacsony. És viszont úgy néz ki, mint aki egy fejjel alacsonyabb nála majdnem. Hát, ha valamelyik nézőnk körzővel, vonalzóval, szögmérővel meg tudja állapítani. Akkor lehet a legjobban egyébként nagyjából besatszolni, amikor oda megy a táblához. Tehát egy picit be is van görnyedve, de úgy körülbelül szemmagasságban van neki a dupla húsz. Igaz, hogy egy 5 centis emelvényen vannak, vagy 8. Azt hiszem 8 centis az a... Nagyon behajol, bezsákolhatja a dupla húszat. Igen. Bele szúrja. A 25-re az 5 az megvan, és a dupla 10 az is megvan, 2-0. 10 az nagyon jó barátja. Hát eddig 5 nyert lege van Wade-nek, és egy sincs Klérmákernek. 140, ezt most jól indítja. De hát így indította, ugye, amikor visszajöttek szünet után az első. Mégis elveszítette. De most segít neki Wade, hogy ez ne így legyen. 96. Kezd a nyomába eredni Wade. Szektor tévesztett. Uha. Dob egy nagy kört Wade. Eddig 78. 97. 97 pont így. Na. De vannak ilyen hirtelen felvillanásai Klérmákernek. Hirtelen feljöntösben elkövetett 140, meg 138. Különös kegyetlenséggel elkövetett 140. Hát ha már baltarcú gyilkos, akkor milyen legyen, de nem különösen kegyetlen. Előre megfontolt szándékkal plusz. Igen. Eddig jó a kerekítés, a dupla úszuszon nincs meg. Na, jön-e egy újabb 100 pluszos Wade-től. Megvan a sima 17 is, és a dupla 20 nincs meg. Na, sikerül-e végre Klérmákernek megdobni a duplát? Az első legje meg lesz-e a meccs? Megvan. Megvan, igen. Dupla 20-a kiszáll, 2-1-re szépít, viszont Wade kezd egy rugó gyakorlat után. Nem tetszik ez a dolog Wade-nek. Nem tetszik a Mikulásnak, hogy kapott egy dupla húszat. Nagyon komoly szakállat növesztett. Igen. Csomó hétig azt hittük, hogy csak egyszerűen nem borotválkozik, és csak nő a borosta, de most úgy látszik, hogy szakát növeszt. Ez már elég határozott. Lassan néz az ki. Angol Oreskin lesz. Gondolod, majd befonja a végig. A vitlok, mi? Jött itt egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy lehet kivenni, hogyha valakinek beletörik a szár a testbe, a dárc testébe a szár, mint a toll van. Előfordul, ha kiesik a nyíl, hogy ott törik ketté a szerkezet. Ugye van erre egy ilyen kifejezetten kialakított kis szerkentyű, amit egyébként valaki fotóban be is rakott oda. Ezt meg lehet venni boltban. De egyébként, ha műanyag száról van szó, akkor azért meg lehet oldani úgy is.
hogy valamilyen vékony fémtárgyat, egy tűt, vagy pedig akár egy használaton kívül darts hegyet meg fel kell hevíteni, és a műanyagba bele szúrni ugye a forró fémet, és azzal ki lehet csavarni belőle. Na. Megvan megint a tripla, és a dupla 18, bedobja, és 3-1-re elviszi a második szettet, egy 116-os kiszállóval. Eddig meggyőző James Wade. Fairmackernek ez már jobban sikerült ez a szett, de még mindig kevés ahhoz, hogy nyerjen szettet. Szünet, és jövünk hamarosan vissza. ...96-os kör átlag ebben a szetben James Wade-től, de egész meccsen is egyébként 95,1 és 60%-os kiszálló, mind a két szetben 5-ből 3 sikeres dupla James Wade-nél. Eddig valóban sima, de hát láttunk már ezen a világbajnokságon elég sok olyan meccset, ami simának indult. De Klermaker a tavaly világbajnokságon például nem is tudott ott lenni. Így van, csak ugye mivel voltak, akik írták, hogy hát, hogy ez most miért jelentkezett ez a Covid dolog, hát már tavaly is jelentkezett, pont Klermaker volt az elszenvedője. Közben a negyedik nyíl már mellé megy. Ugye eleve nem is tudott a világbajnokságra eljutni, mert ugyan kvalifikálta magát a Pro Tourról már akkor is, de nem tudott játszani, mert pozitív lett a Covid tesztje. Hollandokra igencsak rájárulod. Találgattuk itt, Laci, hogy miben lehet a probléma ott náluk, de nem jöttünk rá. De való igaz, hogy most itt a VB-n azért eléggé... Kicsit kiesett itt nekik, a igen. Koncentrációból véd. Más után dobja a szektorhibákat. Százas. 143-as kiszálló előtt Klermaker, a triplák megvannak, a dupla nincs meg. Na, itt a Shanghai, amit kérdeztek, hogy meséljem el a történetét. Majd elmesélem, de Klermaker bedobja a dupla nyolcat, és így aztán ővé az első leg. Bár ezt elmesélem, a világból kiszaladnak többen. De biztos vannak olyan új nézőink, akik még nem hallották. Akik meg szeretik, azok szeretik többször hallani. Aki nem, az majd addig kimegy sörér. 60-as. Ez is. Egyébként egy érdekesség. Köszönöm Montatinak ezt a figyelmességet, hogy kisegített. A 2012-es VB óta először lesz olyan világbajnokság, hogyha most Klermaker kiesik, hogy nincs Holland a legjobb 8 között. Mondjuk ez azért nyilván többségében 180! Angervennek köszönhető volt. De nyilván Barney is hozzátett azért. Hát most sajnos az élet is. Szép két triplás kör, és lemegy 46-ra, így aztán Klermaker. Na. Kell egy sima szektor, az megvan. Csak a dupla nincs meg. A dupla tizet sem.
Meg kijön a tripla, figyeld, megint dob egy 100 pluszos. Igen. Ledobja ezt is. Elképesztő kegyetlenséggel bünteti Klérmacher hibáit. James Wade nagyon határozottan oldja meg ezeket a kiszállókat. Nem is nagyon tud mit csinálni. 300 fölötti. Azon kívül, hogy fölhúzza a szemöldökét. Pedig most igazából ebben a szedben nem annyira brillírozik James Wade. Tehát a kiszállója azok pompásak. Döbbenetesen jó. Ugyanannyit dobtak erre, ez az érdekes. A duplára, és mégis micsoda különbség. 140. Kilencvenhat. Az már jó helyen. Egy triplás kör. Abban megállapodtak a nézők, hogy egyértelműen 2 méter fölötti magassággal rendelkezik Klérmacher. Volt 210 centis beírás is, gyönyörű. Nem tudom, sajnos nincsen róla hiteles információ, hogy milyen magas. 135. Megvan. 17, és a dupla 10. Ötös kell. Elképesztő maga, biztosan oldja meg a kiszállókat, még ha első nyílból nem is sikerült. De körönbelül befejezi, onnantól már nincs miről beszélni. Van itt több kérdés is most már. A bevonuló zenékek kapcsolatban, hogy ezek engedélykötelesek, és akkor ezt minden országban elintézik. Hát nyilván az adott ország jogszabályai az mérten intézik a dolgot. Azt tudom, hogy nálunk ugye a megfelelő hatóságnak be kellett fizetni a rendezvény után a megfelelő összeget, és így volt engedélyeztetve a bevonuló zenék ügy összességében. 140. Nyolcvanhatos. Picivel fölötte mind a kettő. 161 marad James Wade-nek. Eltéveszti a szektort az első nyilával Klérmacher. Csak 45, nem tudott lemenni 100 alá. Védnek is kellene egy tripla azért, hogy lemenjen, az megvan. És még egy 25-ös is mellé. Kell a bravúr. 93. Na és 58. Üszöbön a brékleg. Hoppá, egy nyila marad Védnek. Dupla 20, az viszont eddig nagyon jött. Ó, de nagyon fölé dobta. Lehet, hogy ez a szektorhiba megzavarta, de itt az esély az egyenlítésre. Be is dobja! Nem olyan sima a történet így ebben a szedben. Viszont most Wade kezd. És nincs tripla. De nincs ott sem. 59 bizony. Az első szett volt kirívóan alacsony átlagot hozó szett Klérmacher szempontjából. Száznegyven. Szépen válaszolt. Most már feltornázta a 90 fölé Klérmacher is az átlagát. De James Wade még mindig jobban áll ebben, és most át fog váltani szerintem a 18-osra. 174 bizony, a sima 18-osra is kiszálló lett volna.
Ó, a tripla úszra, ez is 170 lett volna maradékként, és kiszálló, de így, vagy 164, bocsánat. Á, 82, de véd 40-re kegyetlen szokott lenni, vagy a dupla 10-re, ez a két opció van. És meg is van 3-2, és összességében 3-0. Mit csinál? Lehet, hogy azt hitte, hogy szünet lesz, és azért nem szokott így beállni oda. 96-07-es átlagon James Wade, 56,25-ös kiszálló százalék, az brutál jó. Mindössze 12-ből 3 a kiszállója Klérmákernek, 25%, és 90,34 a körátlaga. 17 nyilas volt a leghosszabb leg az előző szedben. A harmadik szett átlaga pedig jobb volt Klérmákernek. Ez pedig itt az egész meccs átlaga. Na most kaptam egy kis segítséget a srácoktól. Állítólag egyébként, nem állítólag, de valószínűleg hiteles forrásból, mert akkor nem írták volna. 2 méter 3 centi. Tehát 203 centis. Klérmáker, ezt a rejtét is megoldottuk, hála Istennek. Száz. Az gyönyörű volt, az egy verekerekítés a tripla kilenccel. Oda jön a másik is. És most nem dobja be. Hát ezt szerintem, ha ezt most megdobta volna, a Klérmáker lekaparja a plafont. Mert most már tényleg annyira... Na de várjunk, megdobja magát, de nem szállni. Nagy hiba. Hát így is lekaparhatja akkor. Mert ez megint egy nagy hiba volt. Hármas megdobja, és két nyila van duplára. Dupla 4. Ő is tud azért rontani. Neki is két nyila lesz duplára. 1-es. Jó, nem a triplát találta el. Tovább már nem ad esélyt Klérmákernek véd. James, the throw first. Game on. Írják többen, hogy majd Véd addig növeszti szakát, amíg világbajnok nem lesz. Mondjuk akkor már nem kell sok napot várni, hogyha ez erre a VB-re vonatkozik, de, hát, de azt akartam mondani, sportágban hogy... divat ugye a playoff szakál, úgyhogy lehet, hogy neki is az van. De főleg azt hiszem NHL-ben van playoff szakál, ugye addig növesztik a játékosok, amik benn vannak a playoffban. Lehet, hogy Véd is úgy van vele, hogy amik benn van a VB-n. Mert ha... Hogy amíg világbajnok, amíg világbajnok, akkor lehet, hogy 3-4 év múlva már a... Osszolja maga mögött. 5 méterrel maga mögött megy a szakál vége. Úgy fog megjelenni, mint abban van az a rajzfilm, az a francia rajzfilm, az az életről szól, nem tudom, ilyen emberi testet is. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer az élet, hogy valami ilyen címe van, és abban volt egy ilyen nagyon nagy szakálú csóka, aki a földön húzta a szakát. Olyan hosszú volt. De nem, szerintem azért ő... Ő benne van egyébként mindig, csak hát általában jön egy jobb formában lévő játékos, és nem tud elérni a lehetőséget. 180!
De mondom még egyszer, 38 éves, tehát még bőven van 20-25 év a pályafutásában Wade-nek. 101 ezúttal nincs meg. Ez nagyon fáj Klermakernek. Dupla 10. Noch einmal. Most meg is van. Nem talál triplát. Dobálja most a triplákat Klermaker, 140. Ezt a leget még elengedheti Wade, aztán a következővel maximum igen, meg is nyeri a mérkőzést. James Wade úgy vezet ilyen meggyőző, hogy egyébként még 180-at nem is dobott. Csak úgy megjegyezném. Lehet, hogy majd most. A legjobbkor nem. Nem. Most se sikerül. De így is 93,15-ös körátlaga van. És a kiszálló még mindig nagyon erős, ez a 46%. 64-re megy le. Klermaker. Az már jó. Itt 107 a maradék, hát ugye meg is kell oldani még ezt a 64-et Klermakernek. Ezzel gondok szoktak lenni, most sem dobja be, és nagyon messze volt a duplától a nyila. 107-tel megnyerheti a mérkőzést James Wade. Tripla ott van hozzá, és egy meccsnyila lesz így. Az még nincs. Nem dobta be. Még húzhatja egy kicsit az időt Klermaker. 2-1. És gondolom ezzel szeretné lezárni ezzel a leggel a meccset Wade. A kezdésen nagyszerű hozzá. Ez jó. Kaptam egy kis instrukciót, hogy ne erőltessük annyira ezt a Wade 180-at, gondoljunk azokra. 180, csak nem Wade. Akik arra fogadtak, hogy a holland dob többet, mármint 180-at. Legyünk szívesek arra is gondolni, azokra a szegény emberekre, akik a Szotyi pénzt rádobálták. Hát azért egyet összehozhat Wade, mert igen, nagy az előnye 180-ak tekintetében Klermakernek, de csak ebben. Ó, de kár érte. Ó, jobbra is, balra is a szomszédba. 130 véd. Megvan. Ez nincs meg. És a Bull. A második meccs nyilát rontja el. De hát most jön még újabb kettő. 65. James require 25. Nézzük a harmadikat. A negyediket. És még mindig nincs meg. Meg. Nem tudja befejezni a meccset Wade. Nem tudja megdobni a triplát. És a Bulls sem. Sem tudja. Hát ennyi esélyt már nem fog elszalasztani Wade. Négy meccsnyilat elrontott, kap újabb hármat. Öt ment a kukába. Hatodik már jó helyre. Hát ez nagyon sima mérkőzés volt. Hát tulajdonképpen
Ha úgy veszük, akkor az történt, amit a fogadóirodák is sejtettek, nevezetesen, hogy Véd sokkal esélyesebb, és ezt meg is mutatta a színpadon. 4-0-ra legyőzi tehát Klermákert. Na, de még előttünk állnak az igazi csemegék. Például a Kokáira következő mérkőzés Gary Anderson és Rob Cross között 7-8 perc múlva.